A 24 Dunaszerdahelyi csapat összesen több mint 9000 kilométert teljesített. A csapatversenyben a Deichmann 3 győzött 1366 kilométerrel. Csicsó Andrea egyéni sikert is elkönyvelhetett, hiszen 810 kilométerrel a leghosszabb távot teljesítő résztvevő lett. Ekecs és Dunaszerdahely között biciklizett. Nagyon jó volt, legalábbis én jól éreztem magam minden reggel, mert ugye hajnali tekerés után. Egy nap szabad napom volt, úgyhogy nem is jöttem minden nap, de azon a napon kívül minden nap picajjal jöttem. Ja, és még egy nap kivételével, úgy, mikor köd volt, akkor vonattal hoztam, de hazafelé tekertem. Bozsenyik György vásárútról jár Dunaszerdahelyre munkába. Ő lett a legaktívabb bringás. Május folyamán 52-szer használta a kerékpárt. Ebben benne van a munkába jutás, illetve a munkából hazakerékpározás. Egész hónapban, vasárnapon kívül minden nap. Tehát pont ez, hogy a üzlet szombaton is nyitva van, tehát akkor is ugyanúgy bejártam. Tehát valójában így nap híján egész hónapot végig tekertem. Naponta így 25 kilométer. Ami a teljesített kilométereket illeti, Dunaszerdahely a 74 település közül a 21. helyen végzett. Az edlakosra jutó kilométerek tekintetében városunk 25. lett.